Sziasztok, örülünk, hogy itt vagytok megint, el is kezdenénk a ma esti vírusestet. Az első előadónk az RTL Klubtól érkezett hozzánk, számos nagy sikerű műsornak a producere, és egy olyan témáról fog beszélni, amiről biztosan ti is elgondolkodtatok már, amikor valamelyik magyar kereskedelmi csatornát néztétek, hogy mi vezérli ezeknek a csatornáknak a műsorkészítését, minek kell megfelelniük, kinek szánják a műsoraikat, erről fog beszélni nekünk ma este Rubin Kristóf, fogadjátok szeretettel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Az előbb már itt tartottam egy főpróbát, csak hogy megérezzem, hogy milyen itt a színpadon. Igen, egy fontos témáról szeretnék beszélni, és ez a kereskedelmi tévézés. És azért is választottam azt, hogy eljövök ide, amikor megkerestek, mert fontosnak tartom, hogy az emberek fejébe egyszerűen rendet rakjunk, hogy a kereskedelmi tévének tulajdonképpen mi a helyzete Magyarországon, mi a célja, és hogy működik ez a dolog. Ez volt a szempontom, ezt szerettem volna nektek bemutatni. Ugye szerintem onnan kell kiindulni a dologgal kapcsolatban, hogy rengeteg kritika éri a kereskedelmi tévézést, ugye ámblok is, főleg az értelmiség felől, a vélemény formáló értelmiség felől, rengeteg kritika éri, hogy igazából semmilyen fajta kultúrmissziója nincs a tévének, és semmilyen fajta értéket nem képvisel. Én úgy gondolom, hogy ehhez kell ismerni a magyar kultúrtörténetet, és megérteni azt, hogy az emberek miért várják el egy kereskedelmi tévétől azt, hogy kultúrát közvetítsen. Mert ez egy hibás dolog, és nem ez a célja, és nem is ezért jött létre a kereskedelmi tévézés. Ugye Magyarországon a rendszerváltás előtt a kultúra az központosítva volt. Tehát meg volt határozva az, hogy mi lehet, mi mehet, és az is meg volt határozva, hogy hol. Tehát központosított volt a kultúrának és az információnak az áramoltatása, és csak azok a dolgok kerülhettek be, amit egy szűk kör úgy döntött, hogy ez hasznos és jó. Természetesen akkor a közszolgálati tévék olyan műsorok mentek, ami nyilvánvalóan a mai televíziózást nézve sokkal több kulturális műsort tartalmaztak, mint most a mai kínálatot, hogyha nézzük. De ahogy a rendszerváltás megtörtént, és ahogy a kereskedelmi tévék betörtek Magyarországra, ez a dolog főleg ugye megváltozott. Mi ennek az oka? A kereskedelmi tévé alapjában véve egy üzleti vállalkozás. A nyugati demokráciákban, ahol ez a dolog megfelelő módon működik, ott a kereskedelmi és a közszolgálati tévé az együtt fejlődött az évtizedek során. Ugye mindenki Angliát szokta alapul venni, ahol a BBC és a többi kereskedelmi tévé, mint az ITV, nagyon remekül megférnek egymás mellett. Ugyanis más a cél, és más dolog működteti a dolgot. Igen, az államnak igenis felelőssége az, hogy működőképes közszolgálati televíziót működtessen. Ez Magyarországon kijelenthetjük, hogy nem igazán van így. És ezt azért merem kijelenteni, mert a nézettség az mindent elárul. Most már a Magyarországon a közszolgálati tévék 3%-a leestek. Az azt jelenti, hogy az össztévénéző közül, akik éppen televíziót néznek, mindösszesen 3% nézi a közszolgálati tévét. Ez hiba határ alatt van. Miközben a kereskedelmi tévéknek az össznézettsége szinte a maradék 97%. Ebben nem csak a nagy kereskedelmi tévék tartoznak bele, hanem a kisebb tematikus csatornák is. Máshol, ahol jól működik egy közszolgálati tévénél, sokkal nagyobb nézettséget tud elérni. Na most ez nem volt mindig így, sajnos az elmúlt évtizedben, vagy 15 évben a közszolgálati tévék mindent megtettek azért, hogy tönkretegyék a saját struktúrájukat. Nem feltétlenül az ott dolgozó alkotó embereknek volt ez a felelősség, hanem sokkal úgy gondolom, hogy a politika befolyásolta ezeket a dolgokat. Miközben egy nagyon érdekes szám, hogy a közszolgálati tévének az idei költségvetése, és most ebben nem számolom bele azt, hogy ugye most akarnak 65 milliárdot fölvenni, hogy megvásárolhassák az épületet, ahol vannak, az 100 millió forint, vagy 100 milliárd forint. Ebben persze beletartozik az M1, a Duna TV, de akkor is 100 milliárd forint. Csak egy ilyen összehasonlítás véget mondom nektek, hogy az RTL Klubnak az egyéves költségvetés, ami minden beletartozik, az 35 milliárd. Tehát mekkora különbség, majd több mint a kétszeres, majdnem a háromszorosa. És egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a 100 milliárd forint az adófizetők pénzéből megy el. Tehát a ti pénzetekből is azt a pénzt, amit adóba befizettek, ti elvileg kaptok ezért egy televíziót. Ennek a televíziónak alapjába véve jónak kéne lennie.
hisz ezért ti fizettek. A kereskedelmi tévékért nem, maximum a szolgáltatóknak, hogy eljusson hozzátok, de hogy egyáltalán nem fizettek érte, hanem a kereskedelmi tévé egy önfenntartó üzleti vállalkozás, aminek az a célja, hogy nézettséget érjen el, és a nézettséggel pedig reklámozókat szerezzen. És hát ez egy elképesztő farmúci helyzet, úgy gondolom. Működhetne jobban a közszolgálati tévé, és pontosan a közszolgálati tévének kéne azokat az értékeket közvetítenie a nézők felé, amit nagyon sokan hiányolnak a kereskedelmi tévébe. Tehát lehetne egy megfelelő egyensúly ahhoz, hogy ez a dolog tudjon jól működni, de ez az egyensúly ma Magyarországon nem létezik. Van a kereskedelmi tévé, van a kereskedelmi tévézés, ez uralja a piacot, ez uralja az embereknek a tehát ezt nézik az emberek, ezzel foglalkoznak, és igazából nagyon keveset tudunk azon arról, hogy mi folyik a közszolgálati tévében. Pedig minden változás van, és egy közszolgálati tévének lenne az értékek fenntartása a feladata. Én azt gondolom, hogy lehetne csinálni remek dokumentumfilmeket, valóban lehetne jó kulturális műsorokat csinálni, de tévés szempontból. Nem csak attól jó egy műsor, mert hogy valamiről szól, hanem az, hogy hogyan van megcsinálva. És ez sajnos a közszolgálati tévéből hiányzik. Miközben ugye azt látjuk a világban, hogy rettenetesen felgyorsult minden. Tehát a tévének tartania kell a tempót a többi médiával. Mi történt az elmúlt 10 évben? Rettenetesen felgyorsult az impulzus. Az az impulzus, amit mi különböző képernyőkén keresztül meg tudunk szerezni. Ez természetesen az internetnek a hatása, az okostelefonoknak és a tabletteknek a megjelenésével változott meg az egész rendszer. Érdekes, hogy az emberek egyébként sokkal többet néznek képernyőket, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Az internet használat ugye exponenciálisan emelkedik, az internet előtt eltöltött óráknak a száma, de egy érdekes dolog az is, hogy közben a tévézés is nőtt. Ugye azt gondolná az ember, hogy az internetezés a tévének a rovására ment rá, de ez nem így történt. Egyszerűen az emberiség, és ez világszinten úgy van, sokkal több időt tölt el képernyők előtt. Csak hogyha belegondoltok abba, hogy ti hogy csináljátok, vagy a környezetetekben, hogy mennyi órát nézitek mondjuk az okostelefonotokat, vagy bütykölitek a számítógépet, vagy nézitek a tévét, ez rettenetesen nagy számot tesz ki. Tehát hogy ezek a világtrendek, miközben az információ megszerzése rettenetesen könnyűvé vált. Ugye az interneten keresztül egyszerű keresőkkel rettenetesen gyorsan el tudjuk érni azt a tartalmat, amire mi kíváncsiak vagyunk, és nagyon egyszerű eszközökkel ezt tudjuk használni. Ugye mi a különbség a tévézés és az internet között? Az, hogy a tévé alapjában véve egy passzív dolog, tehát hogy tévézünk, hátradőlünk és így nézzük, és hogy netezünk, előre dőlünk és úgy klikkelünk. Tehát aktívan részt veszünk, vagy passzívan részt veszünk. Van-e létjogosultsága a tévének egy olyan világban, ahol exponenciálisan nő az internet használat hosszú távon? Én azt gondolom, hogy igen. És ennek az oka az, hogy a tévé a mai napig az egyetlen olyan médium, ami alkalmas arra, hogy emberek egyszerre ugyanazt a dolgot éljék át. Ilyen eszköz pillanatnyilag más nincsen. Ugye az egyidejűség. És az egyidejűség az miért fontos? Az egyidejűség azért fontos, mert a napi témánk, az emberiség egy társadalom számára az kell. Az kell, hogy tudjuk azt, hogy éppen miről van szó. Mi megy a tévében, ugye ismertek, mi volt a tegnap a tévében? Ugye ez egy alapvető kérdés az emberek tömegében, hogy mit láttatok, mi volt a való világban, vagy hogy énekeltek az X-faktorban. Ez egy nagyon napi téma. Ez egy olyan közös tudat, amiről tudunk beszélgetni ugyanúgy, mint az időjárásról. Erre a tévé alkalmas, hisz egyszerre, egy időben ekkora mennyiségű ember csak tévét képes nézni, hisz minden más már te magad választasz ki, hogy mit nézel. De ez csak a tévé nézés közben történhet meg, ez a dolog. Ugye? Szóval a tévé, én úgy gondolom, hogy ezért nem fog megszűnni, és maximum át fog alakulni. Csatlakozik hozzá egy csomó olyan interaktivitás, amit az emberek tudnak használni, de alapjában véve ez soha nem tűnik el, szerintem. Az elkövetkező 20 évben biztos, hogy nem. Egyébként érdekes megnézni például azt is, hogy változott a tévézés. Egy rövid kitérőt akarok tenni, az MTV-ről akartam beszélni. Ugye az MTV, az én, amikor fiatalabb voltam, még 10-20 éves, akkor elsősorban klippek mentek. Aztán kisebb sorozatok elindultak rajta, majd reality-k. Mára már szinte, hogyha megnézitek a klasszikus MTV csatornát, csak reality-ket láttok rajta szinte. Hogy ez miért történt így? Ugyanis
azt a fajta közvetítő szerepet, amit az MTV és a nevében is benne van Music TV tartott, hogy klippeket sugározzon, ezt a YouTube tőle totálisan átvette. És döntenie kellett a TV üzemeltetőknek, hogy milyen irányba tudnak elmozdulni, vagy mit tudnak csinálni ebben a helyzetben. Hisz napról napra kevesebben kapcsoltak oda a klippek miatt, mit lehetett csinálni, egyedi tartalmat lehetett gyártani, amit csak ott nézhetnek meg a nézők, és ezért elkezdtek saját gyártású műsorokat csinálni, kisebb realityket, olyan tematikájú realityket, amit egyébként a fiatalokat érdekli. Átalakult, és az MTV-ből igazából lett egy reality csatorna a mai napra. Jó. Ugye ez az is egy általános kérdés, hogyha a televízióról beszélünk, vagy a kereskedelmi televíziózásról, hogy ugye nagyon sok olyan kritika éri a televíziót, hogy azért vannak ilyen műsorok, mert hogy a TV ezt nyomja ránk. Olyan műsorokat adunk, amivel elbudítjuk az embereket, hogy a televíziózás az agy rágógumia. Egyébként ez igaz is, ez így van. Tehát, hogy a TV az remekül alkalmas arra, hogy az ember zombuljon, és nézzen semmibe, és ne kelljen a dolgokkal törődnie, de az internet is ugyanez. Hogy ezt a kritikát egyébként én egy kicsit máshogy közelíteném meg. Ugye a kínálat és a keresletet kell most így alapul venni. A kínálat ugye az, hogy mik a trendek. A tévé az nem trendteremtő, hanem az ugyanúgy ennek a komplex rendszernek a része, mint bármi más. Tehát a világban sok dolog befolyásolja azt, hogy mi a divatos, vagy mi éppen az, aminek van itt az ide, és ami fontos. A tévé ebbe az egész vonalba csak beáll, és hogyha jó a tévé, egy országban jól működik a tévé, vagy egy tévécsatorna sikeres, akkor meg tudja lovagolni azokat a trendeket, amik éppen a világban vannak. Tehát a kínálat és a kereslet ebben a tekintetben összekapcsolódik, mert az emberek valami olyasmit akarnak látni, ami már benne van a levegőben, és ami számukra működik, amit értenek, amit látni akarnak, és nem úgy történik az egész, hogy a tévében kitalálják, hogy éppen minek kéne lennie, és ezt az emberek megnézik. Tehát van ebben egy ilyen egyidejűség, tehát meg kell érezni azt, hogy ez hogy működik, és hogyha jó egy tévében az alkotó csapat, ha jó a kreatív csapat, akkor előrefele mennek a dolgokban, és mindig olyan típusú műsorokat tesznek be, ami éppen érdekli az embereket. Ugye, hogyha megnézzük például a magyar televíziózást, az elmúlt 15 évben a kereskedelmi csatornákban nagyon sok új típusú műsor látott napvilágot, ami aztán egy idő után divatja múltját lett, és le is szedték a képernyőről, és ahogy változik a világ, a televíziózás is változott, követték a trendeket, és már teljesen más a műsor struktúra, a műsor paletta, mint 10 évvel ezelőtt. Sok mindenről lehetne egyébként beszélni a tévével kapcsolatban. Én arra gondoltam, hogy elsősorban a realityről fogok nektek beszélni. És miért a realityről? Szerintem ez az a műfaj, ami az elmúlt 20 évben a leginkább meghatározta a televíziózást. Mi a reality? A reality igazából nem is egy műfaj, hanem inkább azt mondanám, hogy egy ábrázolási technika, aminek egy üzenete van, hogy a dolgok úgy történnek meg a kamerák előtt, mintha nem lennének ott kamerák. Tehát a lényeg az, hogy a dolgok, az események, az emberek közötti interakciók tulajdonképpen úgy lennének, vagy úgy történnének meg, kamera nélkül is, mintha ott lennének kamerák, tehát valóságot mutatnak be. Természetesen ez így ebben a formában nem igaz, mert kevés az olyan reality, ami teljesen valóságszerű. Igazából az alapvető reality, ami valójában reality, csak egy olyan tud lenni, ahol a maga, az ember, aki szerepel benne, nem tudja, hogy éppen szereplő. És ezért szerintem a legvalóságosabb jeleneteket a különböző kandikamerás felvételeken tudjuk látni, mert akkor az emberek nem tudják, hogy tévébe szerepelnek, tehát valójában azt adják, amit ők maguk. De nézzünk egy kis történeti áttekintést, hogy született meg ez a műfaj. Az műfaj az 1970-es években, mint minden Amerikában kezdődött. Egy amerikai családnak a történetét dolgozta föl az NBC, egy 12 részes szériában. Az volt a címe nagyon egyszerűen, hogy The American Family, egy amerikai család, és a családnak a mindennapjait mutatták be. Ez azért volt forradalmi, mert hogy igazából ez egy szappanopera volt, de mégis valóságos szereplőkkel. És ugye a valóság és a fikció az nagyon érdekes hatással van az emberre, mert hogyha fikciót lát, akkor tudja, hogy mesede a valóságot, valóságos szereplőket, akkor az azonosulás és a hit, hogy amit látok, az megtörténik, és az jobban hatással van rám, az jobban működik.
Ez a család egyébként, ez egy felső-középosztálybeli amerikai család volt. Az érdekes az volt, hogy amíg a műsort forgatták, addig az a család tulajdonképpen a kamerák előtt széthullott, a szülők elváltak, az egyik gyerekről pedig kiderült, hogy meleg. Tehát minden benne volt, ami ma is működteti a műsorokat szerintem. Nagy siker volt, meg el is próbálták máshol is indítani ezt a műsort, vagy ennek a mintájára, de nem sikerült. Angliában volt utána egy próbálkozás. Azért nem sikerült, mert nem volt meg még a megfelelő technika és technológia ahhoz, hogy hogy kell ilyen típusú műsorokat gyártani. Itt természetesen dokumentumfilm már akkor is létezett, de mi a dokumentumfilmnek a film és a reality között a különbség? Hogy a reality az csak követi az eseményeket, idézőjelben, tehát ő úgy mutatja meg, hogy az alkotó nem látszik valójában. A dokumentumfilm meg egy tudatos alkotás része, ahol is a rendező az kitalálja, miről akar forgatni, és céltudatosan azt az eseményt forgatja le, míg a realitybe csak valamilyen esemény, ami bekövetkezik, vagy valamilyen helyzetet dokumentálnak. Ez egy másik fajta gondolkodás. Az American Family után az említésre méltó műsor, ami ezt a dolgot folytatta, az a Real World volt. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki az MTV-n, amikor ez elindult, ez a 90-es években indult el, a 90-es évek elején. Tulajdonképpen annyi volt az alapkoncepció, hogy fiatalokat összeköltöztettek egy New York-i lakásban, és semmilyen fajta tudatosság nem volt abban, csak kamerákkal követték az életüket, interjúkat csináltak velük, és a csapaton belül, vagy a társaságon belül interakciókat figyelték. Nagyon nagy siker volt, már a 22. évadja megy le ennek a műsornak. Miért volt ez sikeres? Mert olyan dolgokról tudtak beszélni a fiatalok, amiről egyébként nem, egy történeten belül. Tehát nem csak egy interjú volt, hanem egy történet volt, és a történeten belül tudtuk megismerni a fiatalok problémáit, mint kábítószer, homoszexualitás, szerelem, féltékenység, egzisztenciális válságok. Szóval erről szólt a Real World. Egy teljesen laza tartalmi szövedék volt az egész. Amikor elindították, nem is tudták, hogy mi lesz a végeredménye. De egy dolog akkor abszolút kiderült, hogy az ilyen típusú dolog a tévénézők nagyon nagy hányadát ültette le a televízió előtt, és a Real World volt az első MTV-s valójában sikeres formátum. Utána természetesen ilyen forgatott formátumok elkezdtek megjelenni különböző csatornákon, de a nagy váltás az a 1999-ben következett meg a Big Brother-nek a megjelenésével. Mi a Big Brother? A Big Brother az tulajdonképpen egy fél évig folyamatos műsor. Szerintem beszéljünk arról, hogy először is, hogy miért egy villában vagy egy házban játszódik az egész. Az ötlet az nem onnan jött, hogy milyen jó lenne, hogyha beköltöztetnénk embereket fél évre egy házra, hanem az ötlet onnan jött, hogy lehet technikailag megoldani azt, hogy fél évig valamit közvetítsünk folyamatosan. És ezt egy behatárolt térbe tudod megcsinálni, ami körbe van kamerázva, ahol mindent meg tudsz mutatni, és egy olyan körbehatárolt térbe tudod megcsinálni, ahol a tér minden egyes pontján van hangod. Hogyha forgattatok már videókamerával, akkor nyilván tudjátok azt, hogy a hangot az nem olyan egyszerű, hogy meglegyen, és az, hogy minden meglegyen mindenhonnan, az sem. Amikor az ember nézi otthon a home videót, akkor mindig elkeseredik, hogy fú, hát a tévében ennyire jobban néz ki. Igen, ez tulajdonképpen a Big Brother egy struktúra. Egy olyan struktúra, ami lehetővé tette azt, hogy fél éven keresztül embereknek a mindennapjait tudják követni. És volt még egy hatalmas újítás a dologban, ami addig még nem volt, hogy az előző napi történetet a másnapi összefoglalóba összevágták. Tehát volt egy egyidejűség, mert mi történt addig? A felvett anyagokat fél évvel később hosszú utómunka procedúrák után leadták, és addigra, amigre a műsor bekerült a tévébe, addigra már nem volt aktualitása valójában azoknak a szereplőknek, akikkel ez megtörtént. Ez a Big Brother-nek volt egy elképesztő előnye, hogy az előző napi események kerültek be a következő napi összefoglalóba, tehát az ember mindig ott volt, és mindig a friss élményeket kapta meg. Tulajdonképpen a történet a nézők előtt született meg. Mi volt a tartalmi újítás, és miért volt a világ egyik legsikeresebb formátum a Big Brother? Azért, mert nem kell hozzá semmi. Minden ember értette a történetét különböző szinten. Tehát nem kellett hozzá háttértudás. Mert miről szól? A legalapvetőbb emberi problémákat feszegeti a dolog. Hisz be vannak zárva egy szűk közösségbe az emberek,
interakcióba lépnek egymással, mert nincs más a lehetőségük, mert minden dolog el van vonva tőlük, tehát semmilyen más impulzus nem kapnak, mint azt, hogy egész nap magukkal is egy másik emberrel foglalkozzanak. Ettől tulajdonképpen leképezzük a saját valóságunkat, olyan emberi történeteket látunk, amiek a miénk is. Ugye szerelem, féltékenység, barátság, árulás, nyerésvágy, tehát olyan dolog, amivel nap mint nap szembesülünk, amivel a barátainkkal, az ismerősünkkel szoktunk beszélni, hogy mi történt veled ma. És civil, hétköznapi emberekkel. És hogy nem kellett hozzá semmi, csak nézni kellett, így úgy működött, mint egy szappanopera, egy napi szappanopera. Ráadásul volt egy hatalmas nagy előnye, hogy mivel valóságos volt, minden tévénéző a szereplőknek a világnézete és viselkedései minta alapján el tudta dönteni, hogy kinek drukkol. Ugye? Hogy mindenkinek lehetett egy saját hőse. Vagy általában, hogyha jól van szerkesztve egy ilyen műsor, akkor tömegek viszonyulnak egyik vagy másik főszereplő iránt, vagy állnak mellé, és adnak neki hitet. És pontosan ez volt, hogy így történt, hogy elképesztő nézettsége volt, és nem csak arra az egy órára volt sikeres a műsor, amíg nézték, hanem ez volt a napi téma, a Talk of the Time, a Big Brother, mindenkiről beszélt, hogy kire kéne szavazni, és hogy kinek kéne bemaradni, és kinek kéne megnyerni, és tegnap láttátok az összefoglalót, amikor ez meg ez azt mondta annak. Egyébként egy hülyeség, mert tényleg csak 14 ember egy fél évig össze volt zárva, egy jó casting után, és hétköznapi dolgokat csináltak. De az, hogy ez témát adott az embereknek, és az, hogy ezt nagyon jól lehetett cross-promózni, tehát hogy mindenhol ez a dolog tudott menni az újságokban, egyéb tévéműsorokban, annyira éhesek voltak az emberek az információkra, hogy akkor alakult egyébként ki, mert meg tudták már oldani 99-ben technikailag, hogy be lehetett nézni interneten folyamatosan a villába, hogy mi történik. És voltak olyan emberek, akik fél napokat töltöttek azzal, hogy néztek, hogy mi van, mert rettenetesen érdekes volt az, hogy valami ott zajlik, és valóságos, és olyan, mint az élet. Tehát ez volt a Big Brother, és innentől azt gondolom, hogy ez egy elképesztő nagy lökést adott a tévépiacnak, és totálisan megváltoztatta 2000-re a televíziózást. Szerintem fontos beszélni egyébként a Való Világról, ami egy magyar formátum volt. Ugye 2001-ben a Való Világ startolt Magyarországon. Egyébként azt kell tudni a magyar televíziózásról, hogy szemben a környezetünkben lévő országokkal, itt elsősorban a közép-kelet-európai blokkra gondolok, sokkal inkább előrébb tart, sokkal inkább nyugati trend követő, mint az országban, vagy a szomszéd országokban. Tehát 2001-ben a környékünkön még sehol nem volt Big Brother, se Való Világ. 2005-ben volt Csehországban először, és 2006-ban Szlovákiában, tehát évekkel el voltak maradva. A két kereskedelmi csatorna harca miatt, a TV2 és az RTL miatt folyamatosan próbálták a legújabb trendeket behozni Magyarországra is. A Való Világ az azért jött létre, mert a TV2 megvásárolta a Big Brother formátumot. És ezért egy új formátumot kellett készíteni, ami lényegében ugyanaz, de mégsem lehet megtámadni magát a formátumot, tehát annyira át volt alakítva, hogy mégsem ugyanez legyen, hogyha bíróságra viszik az ügyet, akkor azt lehessen mondani, de a legfontosabb pontokban különbözik. És mégis más lett, és érdekes módon ez lett a sikeres. Ez lett a sikeresebb. És nem csak azért gondolom, mert hogy Magyarországon készült és magyarok csinálták, én ebben nem hiszek, hanem azért, mert szerintem egy csomó olyan dolog volt benne, ami a Big Brother hibáit kijavította. Mik a különbségek a két formátum között, hogy miért működhetett jobban? Egyrészt alapjában véve a Big Brother ugye úgy működött, hogy a szerkesztők választották ki azt a 12 embert, akik végigjátszották a játékot. Itt át volt adva a nézők kezébe. Különböző beszavazóson keresztül választották ki a nézők azokat az embereket, akiket később nézni akartak. Kicsi volt a választási lehetőség, hisz mindig csak 3 volt, de volt választási lehetőség. A másik markáns különbség egyébként az a kiszavazási rendszerben volt, míg a Big Brotherben titkos szavazás volt, addig a Való Világnál mindig nyíltan kellett kiállni, és minden dolgot fel kellett vállalni a másik előtt. Ez volt egy hatalmas különbség. A harmadik pedig egy tartalmi különbség volt, hogy a Big Brotherben egyáltalán nem avatkoztak be a történet alakulásába. A beavatkozást itt ne értsétek félre. Én is természetesen teljesen tiszta vagyok azzal, hogy ki mit gondol arról, hogy ez mennyire előre kitalált dolog, és mennyire le van rendezve. Azt mindjárt beszélek egy picit róla, hogy ez nem így van, és miért nem így van.
de hogy a Big Brotherbe például nem kaptak igazából a heti egy nagy feladaton kívül semmit a játékosok, míg a való világ sokkal inkább tartalmat próbált gyártani, sokkal inkább próbáltak generálni az emberek közötti történeteket, eseményeket, és ettől lehetett sikeresebb, mert állandó levelekkel, feladatokkal, helyzetekkel folyamatosan bombázva voltak a szereplőkkel, és egyszerűen egy érdekesebb történet alakult ki. Az egyébként a börtönpszichózisba esett szereplőkkel, akik nagyjából a 34. hétre annyira belerecsentek abba, hogy impulzus nélkül élnek, elzárva a világtól, hogy alapvetően sokkal rosszabbak lettek, mint ők valala az életben lettek volna. Jó. Egyébként kicsit akkor beszélünk, amit mondtam, hogy miért nincs beleszólva úgy a dologba. Mert egyébként bele van szólva. És nincs értelme, és nem is lehet technikailag megoldani azt, hogy események forgatókönyv szerint menjenek egy való világba. Miért? Mert nagyjából ez négyszer annyiba kerül, és négyszer akkor a stáb kéne hozzá. Hogy lehetne megírni egy fél évben 12 embernek a mindennapi cselekedeteit, vagy a forgatókönyvét, hogy menjen le. Ez egy akkora stábként, és annyi íróként, és annyi rendezőként, és annyi mindenfajta szakemberként, hogy erre a tévé az alkalmatlan. Azért ilyen a való világ, mert ez a legegyszerűbb módja, hogy embereket belehelyezünk egy világba, és nézzük azt, hogy mi történik. Ez sokkal egyszerűbb, mint hogy kitalálni, hogy mit csináljanak. Az emberek, hogyha jó a casting egyébként teszik a dolgokat, próbálnak életben maradni, és próbálják csinálni a mindennapi dolgaikat, sokkal érdekesebb dolgokat csinálnak, mint amit ki lehetne találni. Egyszerűen nem érdemes. Tehát miért kéne azt hazudni, hogy ez nem így van? Miért kéne azt mondani, hogy persze ez a valóság is kitalálni helyettük, ha sokkal egyszerűbb és olcsóbb ezt csinálni? Természetesen. Szerkesztve van a műsor, és a szerkesztés azt tudjuk, hogy valamilyen tekintetben a végterméket az befolyásolja, a tartalmat befolyásolja. Az, hogy mi kerül be egy összefoglalóba, ez igenis számít, és az is számít, hogy milyen feladatot kapnak a játékosok. Ez sosem volt, ez sosem titok, ez nem volt egy ilyen összeesküvés elmélet, ez a működési mechanizmus, és így működött a való világ is. A titka egyébként ezeknek a műsoroknak az, hogy jó karaktereket válasszunk össze. Hogy a 12 vagy 14 olyan embert, akik önmagukba véve egyrészt, mint egy jó sorozatban, egy jó fikcióban is megformálják az összes alapkaraktert, ami létezik a világban. Hogyha most egy egyszerű példából akarnék kiindulni, az, hogy a Dallasban milyenek az alapkarakterek, hogy ki a jó, ki a rossz, ki a hiszékeny, ki az alkoholista, ki a gonosz. Ugyanezt kell csinálni egy reality esetében is, egy ilyen típusú műsor esetében. Meg kell az alapkaraktereket ki kell választani, és utána ezek az alapkarakterek utána működnek. És ha jó egy műsor, akkor már csak irányítani kell, és a casting eldönti az egésznek a sikerét. Ez a nagy reality boom, ami a Big Brother után indult el, ez valójában totálisan megváltoztatta a televíziózást. Ugyanis a civil, hétköznapi történetek sokkal inkább belekerültek a tévébe, és sokkal inkább minden ebbe az irányba kezdett menni. Mert mára már úgy van, hogy tulajdonképpen minden egyes műsor egy mini valóságshow. Ez nagyon szívesen kifejtem nektek. Beszéljünk akkor az X-faktorról. Ugye az egy tehetségkutató az a neve. De igazából nem az. Elég, ha csak a casting epizódokról gondolunk. Milyen műsor az? Patika mérlegen ki van mérve a történet. A történetről szól. Az ének az a másodlakos dolog, hogy ki hogy énekel. Sokkal inkább arról szól, hogy jön be, hogy mi történik vele, hogy éli át. Ugyanis az emberek nagyon érdekes, több felmérés is bizonyítja, soha nem a tudást vagy a tehetséget nézik önmagukban, hanem az emberi történeteket nézik, mert azt tudják megérteni ugyanis. Tehát azzal tudnak azonosulni, azzal, ami mindenkinek egyszerre működik, mert ilyenek vagyunk. És mindig is ilyen volt az emberiség, hogy a történeteken keresztül tudtunk konzekvenciákat levonni. És az emberi kultúrát, ha megnézitek, hogy mind a népmességet, mind pedig a Bibliát, hogy milyen tanmesséken keresztül tanították az embereket, ez is ilyen. Ugyanarra a dologra hat, ugyanúgy táplálkozik. Tehát visszatérve az X-faktorra, ez egy mini valóságshow, ami persze, ha jól jön össze, akkor énekelnek az emberek, de ami egy nagyon egyszerű motorra jár, hogy az egyszerű ember, aki elindul valahonnan, az az órunk előtt válik sztárrá. Hogy egyre nagyobb színpadon, egyre több ember előtt, egyre nagyobb tétel lép föl, és ott előttünk születik meg a csillag. Vagy
benne van a legnagyobb X-faktor, vagy ő lesz az ország hangja. Mindegyik ugyanarra a rugóira jár. És ez egyébként ennek az alapja a történet, hogy hogy vannak az emberek és a karakterek végigvezetve. Én úgy gondolom, hogy ez nem gáz, és ez nem probléma, mert hogyha csak nézzük a sima popipart, vagy a rockipart, ott sem a legjobb énekesek általában, vagy sokszor a legnagyobb sztárok, hanem azok, akiknek olyan egyéniségük van, hogy a közönséget le tudják kötni. Ezek a műsorok is arról szólnak, de még a való világ is, hogy azok az emberek tudják megnyerni, aki a legtöbb emberrel tudják elhitetni azt, hogy ők a legjobbak abban, amit csinálnak. Mert itt ugye a nézők döntenek. A nézők szavaznak, és az az ember győz a végén, akire a legtöbb szavazat jön. Persze itt is felmerül a kérdés, hogy de biztos belenyúl az a gonosz tévé, mert hogy ők tudni akarják, hogy ki nyer. Ha belegondoltok, igazából teljesen mindegy, hogy ki nyeri meg egy műsort. És tudjátok miért? Mert abban a pillanatban, hogy valaki megnyeri, már vége a műsornak. Nem? Az az utolsó epizód, utolsó pillanat, hogy megnyeri. Tehát igazából mindegy. Igazából mindegy. Az addig elvezető út nem mindegy, de ott, hogy ki nyeri meg, és kikap lemezszerződés, vagy kikapja meg a fődíjat, az mindegy. Persze nyilvánvalóan egy-két alkotónak megvan a kedvence, de butaság lenne ebbe belenyúlni. A másik, amikről akartam beszélni, és természetesen minden tévés műfajt végigvehetnénk, de ami markánsan megvan, az mondjuk a kvíz műsorok. Nézzük a kvíz műsorokat. A 2000-es évek elején minden idők legsikeresebb kvíz műsora volt a Legyen Ön is Milliómos. Mi a Legyen Ön is Milliómos? Kérdések. Négy válaszsal, amire egy játékosnak válaszolni kell, és hogyha válaszol az összesre, akkor 40 millió forintot kap Magyarországon, Amerikában 1 millió dollárt. Mi történik? Igazából semmi, hanem kérdéskörök vannak, és a kérdéskörökben mindig van katarzis, és mindig van feszültség. Ez működteti. Annak az embernek a monodrámája működteti, aki ezt az egészet végig szenvedi, végig szorongja, és minden egyes pillanatban, amikor jól válaszol, akkor pedig megváltja magát. És hogyha jó a műsorvezető, vagy jó az, aki ezt csinálja, ennek az egésznek alá tud játszani, megfelelően tudja tekerni, megfelelően tudja paráztatni, és megfelelően tud vele örülni. Ez volt egyébként a sikere a Legyen Ön is Milliómosnak, egy rettenetesen egyszerű játékrendszer, és a monodráma, amiben ez lefolyt. Egy új típusú dolog volt, az a Széf, vagy ami most meg nem tudom, látta valaki a kódnevezetű műsort. Ez már egy második vonal, vagy második generációs kvíz volt, ami sokkal tovább ment ennél ebben a történetírásban. A kódban ugye azt láttuk, hogy két ember, akik egymáshoz közel állnak, férfeleség, testvérpár, barátok, vagy bármilyen rokonságban lévő emberek együtt megküzdenek a nyereményért. És a játék alatt megláthattuk azt egyébként, hogy mi a kettőjük kapcsolata, hogy hogy örülnek, milyen viszonyrendszerben vannak. Hogy működik az egész? Szeretik egymást, nem? Együtt tudnak működni? Nagyon érdekes egyébként. És épp azért tudtunk nekik drukkolni, vagy épp, hogy nem. Hogy azt mondtuk, hogy nekem ez nem szimpatikus ez a pár. De minden esetre volt egy viszonyulásunk, mert értettük az ő történetüket. Az összes televízió műsort én úgy gondolom, hogy ilyen tekintetben elemezni lehetne, de látom, hogy lejárt az időm, ezért így rövidre fogom a végét. Én azt gondolom, hogy alapjában véve elutasítani a modern televíziózást, az butaság. És azért butaság, mert hogy a világ az mindig is ilyen volt. Valamilyen irányba fejlődött magától. És nem azért fejlődött úgy, mert bizonyos emberek sötét szobákba, drága fotelekbe úgy döntöttek, hogy ebbe az irányba kéne menni, hanem egyszerűen ez volt a természetes módja a gyalognak. Ugye a jazz zene a 20. századfordulán, amikor elindult, akkor egy ilyen démonizált dolog volt. Az akkori komoly zenéhez szokott emberek azt gondolták, hogy innentől kezdve a zene el fogja veszteni az értékét, ha ilyen minősítetlen dolgokat művelnek vele, mint a jazz zenében. És sokáig egy ilyen tagadott dolog volt, mára pedig beépült a kultúrában. Az, hogy valami tömegkultúra, az, hogy valami tömegeknek szól, ahogy a televíziózás, és az nem jelenti azt, hogy az baj vagy bűnös. Megvan a saját helye, megvan a célja, és megvan az a saját működési mechanizmusa, ami életbe tartja, és az iránya. El lehet ezt tolni, lehet ezt mondani, hogy ez egy rossz dolog, de ez a dolog, ez van, ez működik, ez itt van, és be fog épülni egyszerűen az emberi kultúrában, és ebbe az irányba mennek a dolgok. Tehát hiába építünk falakat, a dolog át fogja törni. És az elkövetkezendő 20 év szerintem ilyen tekintetben rettenetesen izgalmas lesz, mert azt fogjuk látni,
hogy az interaktivitás, az internet és a televízió nem csak technikai szinten, hanem tartalmi szinten is nagyon sok ponton össze fog kapcsolódni, és megmarad a közösségérzés, de az egészhez hozzá fog jutni egy egyéni választási lehetőség, hogy az emberek mégis az adott tartalmon belül egyre több saját döntést tudnak hozni, majd hogy mit meg hogy akarnak megnézni. Köszönöm szépen!